Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Családról szóló sorozatunk egy újabb adását látják. A stúdióban szeretettel és tisztelettel köszöntöm vendégeinket, szakértőinket, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Koszi Janka, énekest, előadó művészt, ezt nem tudom kihagyni, de most természetesen mint coach van közöttünk. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Mindenkit szeretettel köszöntök. És nagy örömömre itt van velünk Tornyai Gábor, plébános mentálhigiénész szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A témánk egy kicsit az előző adáshoz kötődik, de mielőtt ebbe belemennénk, én tudom, hogy folyamatosan képzitek magatokat, és erről azért jó, ha beszélünk, mert hogy a néző mégis kapjon valami képet, hogy miért ti vagytok itt velünk akkor, amikor a család problémáiról beszélgetünk. Úgyhogy most, ha megengeditek, egy picit hagyd kérdezzek bele. Ugyan a felvétel előtt Janka nem mondta, de tudom, hogy ő is folyamatosan tanult. Te most hol tartasz? Nekem a legutóbbi képzés, amin részt vettem, az egy coaching képzés volt, egy családi és párkapcsolati témakísérés a coachingon belül, ami egy nagyon izgalmas téma, és a múltkori adásban már pedzegettük is azokat a témákat, amik ezen belül szóba kerülhetnek, például a rendszerelmélet. Úgyhogy ez volt a legutóbbi, de amit tervezek, az egy ifjúsági coaching, amit a közeljövőben majd meg fogok csinálni. Ez egy ilyen terület, mert aztán ennek mintaképe Fekete Cseri Zsuzsanna, aki aztán tulajdonképpen nem tudom, hogy mióta, te úgy állandóan tanul, az élet hosszig tartó pedig tanulás éve. A nagymamám, ő pap volt jelentem. Engem az érdekelne, bocsánat, hogy visszakérdezek, hogy ez az ifjúsági coach, ez lefelé életkorban meddig megy? Tehát 12-16 vagy honnan? Indul. 16-ig. Igen. 16-ig. Igen. Az jó. Az jó, mert azért ott 12-16 között már azért elég izgalmas ez a terület szerintem. Hát van nagyon várom. Várom már. Most még abban nem estem bele magam. Szuper. Hát én most éppen az ultra rövid terápiát kezdtem el tanulni. Ez mit jelent? Ahol konzulens leszek. Az ultra rövid terápia az dr. Budai Lászlónak a módszere. Ugye ő neki van a testtel való kommunikációs módszere, és van ez az ultrarövid terápiás módszere. Ez mind a kettő az ő nevéhez fűződik. Az ultrarövid terápiáról most, amit el tudok mondani, hiszen a tanfolyam elején vagyok, ez egy egyéves képzés, azt tudom elmondani, hogy a mai rohanó világunkban is az emberek egyre több és egyre bonyolultabb élethelyzeteket kell, hogy megéljenek, és nem biztos, hogy mindig mindent fel tudnak dolgozni, és jól fel tudnak dolgozni. A feldolgozatlan, bennünk maradt, megterhelő élményeink, azok hatással vannak a mindennapjainkra, a mostra is, akár gyerekkorodból hozod, vagy fiatalabb korodból, vagy bárhonnan. Na most a pszichológiának és a pszichiátriának nagyon hosszú terápiái vannak ezekre. Isten igazándiból nincs egy olyan frappáns, ami a mai embernek a kihívásának megfelelne. Tehát nincs időnk arra, hogy évekig terápiára járjunk, nincs időnk arra, hogy fél éveket szálljunk az életünkből. Ezért a Budai Laci összerakott egy olyan programot, ahol nagyon mélyre megy, nagyon hatásos és viszonylag gyors egy ülésben egy problémát meg lehet oldani, bejön egy vadidegen ember, elmondja, hogy mi a gondja, baja, végigvezetjük az úton, feloldást megkapja, megcsinálja magának, és utána alkalmazza az életben, aztán lehet, hogy egy fél év múlva vagy valamikor előkerül újra, hogyha megint nagyon nehéz helyzetbe kerül, de egy-egy olyan rossz programot, rossz sémát, vagy bármit, ami önáll a berögzült és akadályozza a mindennapjait, ezt szépen lehet vele oldani. Nagyon érdekes élményem volt, mert mindjárt az első találkozás végén, ez egy kétnapos képzés volt most így egyszerre, és akkor a második nap délutánján már élesbe láttuk őt dolgozni valakivel. Hát az lenyűgöző volt. Szóval ilyen tele vagyok megint izgalommal, tűzzel. Jó. És ugye viccelődtetek a jó pap holtig tanulal, hát nyilván Gábor atya is tanul ismét. Igen. Én házasság és család lelkigondozói képzésen veszek részt. Ugye én a Sotényre jártam mentálhigiénés intézetnek a keretében mentálhigiénés szakember képzése, illetve lelkigondozói képzése, és ennek egy tovább specifikációja, vagy tovább képződése gyakorlatilag ez a most frissen elindult képzés. Ez egy 2 éves képzési alkalom, és tehát gyakorlatilag a családra, a házasságra, mint rendszerre nézünk rá,
illetve ennek a működését, a családfák működését, amennyire én beleláttam, és ugyanígy a saját élményünkkel, a saját életünkkel is dolgozunk, amennyire így belelátok, de én is tényleg az elején vagyok, mert egy képzési csomagba vettem részt, és majd rövidesen, akkor következnek majd a többiek is, amit már nagyon várok, hogy hogyan is folytatódik. Ilyenkor a keresztény felfogással összerakható ez a történet? Igen, mert hogy ez ugye a lelki gondozói képzésre épül, és nekünk az alap, ugye a lelki gondozói képzésnek az alapja az volt, hogy teológusi diplomával rendelkezzünk, mert hogy a lelki gondozóságunkban, a spiritualitásunkkal is dolgozunk. Felekezettől független, de hogy mindenképp teológiai diplomával kell rendelkeznünk, és tulajdonképpen ezzel kapcsolódik össze ez a szakirányú képzés. De hogy például itt most a mentálhigiénés oldalról kapcsolódok bele ebbe a képzésbe, történetbe, úgyhogy javarészt itt is lelkészek vagy teológusok vagyunk, de katolikus, református, evangélikus egyházakból vagyunk így együtt. Ti tanultok, és mi isszuk majd a levét, pontosabban élvezzük majd a hasznát ennek a történetnek, úgyhogy kezdjünk is, elmondhatnám úgy is, hogy dolgozni, hiszen van témánk, nagyon fontos téma, amelyet tulajdonképpen az előző adásban csak érinteni tudtunk, úgyhogy csináljuk úgy, mintha előről kezdenénk a játszmák történetét, hogy mit értünk ez alatt, milyen játszmák azok, amelyek a családokban előfordulnak, és mindenképpen figyelni kell. Szerintem ezt vezest fel most te. Húha, játszma elméletnek a megalkotó Erik Böhn, aki a szép magyar szóval tranzakcióanalízisnek az atya, tulajdonképpen arról beszél, vagy az ő alapgondolata, hogy mindenki csecsemőkorunk óta arra vágyunk, hogy valahogy érintve legyünk. Amit kisgyerekként megkapunk a fizikai érintésekkel, azt szeretnénk valamilyen formában elérni a felnőtt kapcsolatainkban is, és ez az idézőles érintés, ez tulajdonképpen az, hogy foglalkoznak velem valahogy. És amikor mi belemegyünk a játszmákba, akkor tulajdonképpen az van mögöttük, hogy valahogy elérem azt, hogy foglalkozzanak velem, kapjak érintést, idézőlesen érintést, ha nem is fizikai módon, de hogy valamilyen formában fontos lehessek, vagy elérhessem azt, hogy a figyelem rám irányulhasson. Mert ugye ez ad nekem elég erőt ahhoz, hogy én, vagy egy megerősítést abban, hogy én fontos vagyok, értékes vagyok. És hogy nagyon sokféle játszma létezik, mondjuk így a családon belül, és ezeknek a játszmáknak mindegyiknek megvannak a saját belső szabályai. A játszma szereplői akarva akaratlanul előbb-utóbb belekapcsolódnak ebbe a történetbe, és hát igazából az az izgalmas, amikor én elkezdek magamra nézni tudatosan, akár megfogalmazni, hogy milyen játszmákban, milyen történetekben vagyok benne. Ön azt is javasolja, hogy adjunk címkét a játéknak, meg adott esetben a játék szabályait is próbáljuk megfogalmazni, hogyha ezzel akarok dolgozni, és tulajdonképpen azt tudom megtenni, hogy eldöntöm, hogy benne maradok a játszmába, és akkor játszom a kialakult szabályok szerint, vagy pedig megpróbálom átírni a szabályokat úgy, hogy az nekem élhető lehessen. Ez azt jelenti egyébként, hogy a családi életben, a mindennapi történéseink során folyamatosan újra és újra ugyanazokat a sztereotíp köröket fogjuk lefutni, ugyanazt fogjuk végigjátszani, szinte mindig ugyanazzal a kimenetellel. Hogyha ettől a kimeneteltől én szenvedek, akkor tudok kiszállni belőle, ahogy ezt mondtad, de ha én ebben jól érzem magam, semmi nem motivál arra, hogy ezen változtassak, akkor tovább fogom vinni ezt a játszmát. És a mindennapok szerves részeként előre lehet tudni. Ebből egyébként nagyon érdekes humoros történetek vannak, és ezt fel is dolgozza a különböző humor területeken, a média is, és minden más is, ahol ezeket a sztereotíp köröket kifigurázzák, és nagyon érdekes lesz az hogy nem tud kiszállni belőle 30, 40, 50, 60 éven át sem valaki, hogyha ez az egész az ő mindennapjainak a szerves része lett. Én még mindig nem tudom eldönteni valójában, hogy amikor a családon belül játszmáról beszélünk, ez most pozitív vagy negatív kifejezése. Úgyhogy tegyetek tisztában, legyetek szívesek. Igazából mindkettő lehet. Igen.
Úgyhogy, és az előzőre reagálva, hogy ezek is be tudnak épülni tényleg szokásként. Tehát nem csak az, hogy most ide teszem a pohárvizet, vagy ide, hanem ezeket is ugyanúgy értelmezhetem én szokásként. Igen, hát ezek lehetnek pozitívak is és negatívak is. Nyilván a megélése az alapja minden egyes ilyen helyzetnek. Szóval az a lényeg, hogy én ezt hogy élem meg, hogy milyen érzéseim kapcsolódnak hozzá. Csak így ötlet vagy példa, ha lehet, hogy ezzel talán érthető, hogy az is egyfajta játszma, hogy eléred, hogy a férjed azt csinálja, amit te akarsz. És megvannak a technikáid, hogy ha én azt csinálom, akkor tudom, hogy ön ezen besértődik, de előbb-utóbb eljut odáig, hogy inkább úgyis megcsinálja azt, amit én akarok. És ez lehet, hogy egy idő után már nem is tudatos, de hogy mégiscsak belemegy ő is ebbe a történetbe, és akkor előbb-utóbb úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt mégiscsak én akarom. Tehát, hogy ezek és ő azt hiszi, hogy ő akarta egyébként. Hát, hogy azt mondja, hogy inkább megcsinálom, mert nem akarom, hogy már megint az legyen, hogy. És akkor, akkor elmegyek, és akkor kicserem a villanykörtét, de már lehet, hogy 3000-szer, de hogy neked megvannak a saját kis technikáid, hogy hogyan mondjad a férjednek azt, hogy, vagy hogyan jelezd felé, hogy egyszer csak rájöjjön arra, hogy tulajdonképpen mit is akar ő tulajdonképpen csinálni. Ezek után azt kell mondani, hogy nem működik kapcsolat vagy család játszma nélkül. Uh-huh. Tehát, hogy ezek fontos dolgok ahhoz, hogy működtetni tudjuk. Hozzátartozik. Része, bocsáss meg, a mindennapi életeknek, vagy a mindennapi életünknek, bár ha tudatosan vagyunk jelen az életünkben, és nem azt szeretnénk, hogy a tudattalanok démonjai vezéreljenek bennünket, és folyamatosan újra és újra ugyanazt a helyzetet éljük meg, akkor tudatosan ezen lehet dolgozni, és ki lehet ebből szállni. Nem biztos, hogy minden játszma elítélendő és negatív, az lehet a játékosságnak a része, ha mindenki tudja, hogy most azt játsszuk, hogy. De nagyon fontos az, hogy ha ez krízisek hátán és mindenféle frusztrációk és nehézségek és feszültségek a családban, és azokat akarjuk kezelni a játszmával, az nem fog működni. Akkor újra és újra meg fogjuk élni ugyanazt. Ez egy ilyen tipikus dolog, amikor a gyereknek szeretné a szülő, hogy időbe induljunk el, mert oda kell érni, mert dolgom van, mert sietni kell a reggelek őrületében mindig, és a gyerek újra és újra elő fogja venni ugyanazokat a dolgokat, és ugyanaz fog történni. Anya mondja, kisfiam, vedd a cipődet, mert indulnunk kell. Jó, csak még a legót elteszem a helyére. De már most kell indulnunk. Jó, de azt még nem sikerült meg. És akkor ugyanez ezt a kört fogják körbe-körbe futni. Mindenki tudja, hogy a vége az lesz, hogy anya felcsattan, vagy apa felcsattan, vagy egy még nehezebb helyzet lesz, és duzzogva nehéz körülmények között indulunk el otthonról. Tehát ezeknek lehet elejét venni, amikor a végkimenetel mindenki számára negatív, rossz érzés. Vannak olyan emberek, akik a negatív érzést is pozitívnak fogják megélni, mert elérték a nyerességüket, mert ő ráfigyeltek. Tehát ez is egy izgalmas dolog. Azt gondolom, hogy az segíthet ezeknek a játszmáknak a... Tehát, hogyha nyomaszt mondjuk egy ilyen történet, és rálátok arra, hogy ez itt valami nem normális dolog, vagy nem érzem benne jól magam, hogy próbálom megérteni a másikat, hogy neki miért van szüksége arra, hogy ez a játék fusson közöttünk, és akkor megpróbálok úgy segíteni neki, hogy ő neki ne kelljen ebbe a játszmába beállnia, és ezt lejátszania, hanem egyszer csak biztonságban érezze magát, vagy azt érezze, hogy meg tudja értetni magát, és nem kell neki mindenféle machinációba beállnia. Pontosan erre akartam rákérdezni, hogy ebben a példában érzem én azt, hogy oké, hogy ez játszma, és mi most a játszmáról beszélünk, de hogyha egy gyerekkel ilyen van, akkor nyilván mögé kell nézni, mert lehet, hogy valami oka van, hogy nem szívesen indul el az iskolába. Persze. Ez a klasszikus dolog, hogy indulj, mert mennünk kell, de nincs kedvem, de te vagy az igazgató, ő is utál elmenni az iskolába, de a gyerek hogy ne utálna. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a játszmák azok valóban sokszor onnan indulhatnak ki, hogy valamilyen elkerülő hadműveletet akarok csinálni. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy... Ha hazaérkezünk, akkor megtennéd, hogy leviszed a szemetet, én meg addig kiteregetek. De én szeretek teregetni, és utálom levinni a szemetet. Lehet, hogy ő is utálja a szemetet levinni, de én fogok először szólni, és akkor én győztem. És akkor kialakul ebből is egy ilyen játék. De nagyon sok minden, hogy indul el a férj otthonról, hogy már most indulsz, hiszen csak 6-ra mész, akkor van időd beugrani a boltba. De hogy van kedve, hát ő még a haverjával akar találkozni, bármi.
És ugyanez, hogy azért, hogy elkerülje a konfliktust, és menetrend szerint az utolsó pillanatban fogunk nekik odaszólni, amikor már azt mondja, jó, van, menjünk, csináljuk, haladjunk. Tehát ez is egy olyan tipikus játszmarendszer, ahol mindenki tudja, hogy miről szól a történet. Az a baj, hogyha a valódi szükségleteket nem tudják kifejezni az emberek, ha nem tudják elmondani. A kisgyerek reggel elmondhatja, hogy anya, még egy picit, és akkor lehet róla beszélni, hogy mikor lehet, meg hogyan, és akkor nem picit, hanem még sokat is, de most nincs idő, vagy hasonlók. De nem fogunk ilyenkor beleállni ebbe a történetbe, hanem valami megszokott szöveget folyamatosan kiteszünk az asztalra, és az tovább gördül, és tovább gördül, és tovább gördül, és aztán ebből lesznek azok a nehéz helyzetek. A párkapcsolatot tekintve mikor indulnak el ezek a játszmák? Mi nyer az elején, ott van első randin? Szerintem. Vagy akár előtte? Szerintem nem lehet ezt így időhöz kötni. Nem, feltétlenül. Nem. Inkább helyzethez akár, vagy hogy igen, ez az adott szituáció mit vált ki belőlem, és akkor az elindíthat egy olyan folyamatot, aminek mondjuk egy játszma a vége. Úgyhogy nincs erre konkrét. Igazából nem is időre gondoltam, hanem uh-huh, pont egy ilyen helyzetre, hogy adott egy első randi, ami szerintem tele van játszmában. Igen, azt gondolom, hogy ugye van ennek a tranzakcióanalízisnek egy másik oldala is, tehát hogy egyrészt van ez a játszmás vetület, amiről beszélünk, hogy szereplőként hogy vagyunk, de az is megfogalmazódik benne, hogy különböző én szinteken vagyunk. Van egy szülői, egy felnőtt, meg egy gyerek szintünk, ahogy benne vagyunk egy történetben, egy szituációban. Én most nagyon leegyszerűsítve fogalmazom, aztán majd javítsatok, vagy egészítsétek ki, hogy tényleg nagyon egyszerűsítve, mondjuk ha a szülői szintünk az a szabályoknak a betartása, betartatása, meghozása, a felnőtt én szintünk az valahogy a valóságnak, a realitásnak a megfogalmazása, vagy megérés, vagy meglátása, és a gyerek én szintünkben van a játékosság, az alkalmazkodás, vagy a, mi a harmadik játékosság, az alkalmazkodó és a vetélkedő, azt hiszem. Igen, követelőző, vetélkedő, valami igen, tehát ezek a szintek, és amikor mi találkozunk egymással, ez szerint az elmélet szerint, akkor különböző szinteken találkozhatunk egymással, és ezek is beindítják. Tehát amikor mondjuk egy első randevún a fiatalember elkezdi magyarázni a lánykának azt, hogy mit és hogyan kell csinálni, akkor mink egy szülői szintről elkezd magyarázni, ami rögtön beindítja a lázadó gyereket, hogy nekem nem mond meg, hogy mit kell csinálni. És ez már rögtön beindíthat egy olyan dinamikát a kapcsolatba, ami lehet, hogy még az első randevún átlépünk, mert hogy még attól még jól néz ki, kedves, meg nem tudom micsoda, de mondjuk x idő után ez meg tudja keseríteni egy kapcsolatot, hogyha mondjuk nem egyenlő szinten kezelik egymást a kapcsolatukat az emberek. És akkor beindulnak ezek a szerepjátékok, hogy amikor ő így szólal meg, benyomja nálam a gombot, és beindul belőlem a dacos, akárhány évesen is, de beindul belőlem a dacos válasz, és akkor hisztizek, háborgok, vagy bezárkózok, megfagyasztom a levegőt, és nem igen, szólok x ideig hozzá. Hát, hogy ez is hozzátartozik ehhez a játszmás gondolkodáshoz. És egyébként, ja, bocsánat, csak annyi, hogy ez teljesen normális, hogy mindannyiunkban mindegyik én állapot fellelhető. És ne ijedjünk meg. Nem kell, tehát ez teljesen rendben van, csak hogy mennyire fontos az, hogy ezzel tisztában legyünk valamilyen szinten. Azt mondod például a férjednek, hogy mentek hazafelé, ő vezet, és azt mondod neki, hogy vigyázz, mert onnan nem tudom én, valaki érkezik, és akkor ő bedühödik, és azt mondja, de miért szólsz rám? Hát én vezetek, hát látom. Abban a pillanatban ő gyerek státuszba helyezte saját magát, és te meg a szülő státuszban vagy. És egy teljesen ártatlan figyelmeztetésből ő nála, ahogy mondta Gábor, benyomtuk a gombot, és ő már tolja is vissza. És ez bőven elég, hogy ő már hazafelé megy, fáradt, nyugos, bármi igen, van. Tehát, hogy sokkal könnyebben csúszunk ezekbe bele. És te meg ott állsz, hogy de hát én csak szóltam, hogy hát, ha nem veszed észre. Ez a példa nálunk például pont fordítva csattan el, mert ugye én vezetek, szeret beleszólni a párom, és épp a múltkor beszélgettem el vele erről, hogy ne csináld, mert el fogom hinni, hogy egyedül nem tudok vezetni, és balesetet fogok csinálni. Ha így irányítasz fentről, akkor elhiszem, hogy én egy ostoba vagyok, és nem tudok vezetni, és annak csak rossz vége lesz. Ez is benne van, a másik pedig az, hogy lanyhul a figyelmed, hiszen van egy kontroll, aki folyton figyelmeztetni fog, és nem biztos, hogy mindig figyelmeztetni fog. Tehát ennek is nagyon-nagyon sok vetülete van, de az a lényeg ebben a történetben, hogy amikor egy ilyen szituációt megélünk
Velem is előfordul, hogy emlékszem egy ilyenre, hogy konyhába tüsténkedtem, valamit megfogtam, megégette a kezemet, bekaptam az ujjamat, hogy kislánykoromban tanultam, férjem belépett az ajtón, és ő rám lesz, hogy mit csináltál? De tudod, lehetett látni a szemén, hogy ő most játszani akar. Én azonnal 4 éves kislány voltam, akire az apukája rászólt, mert valamihez hozzányúlt, amihez nem kellett volna. És ott álltam, és aztán persze, hogy jött és ölelt, és nem tudom, de egy pillanat alatt tud bárki ebbe a szerepbe belecsúszni. És hogyha belecsúszik ebbe a szerepbe, és innen reagál, ugye opozícióba kerül, és azonnal hárít, és mindenféle gondja baja van, akkor nagyon fontos, hogy aki részt vesznek ebbe a dologba, vagy körülötte vannak, azok legyenek azzal tisztában, hogy nem a felnőtt reagál. Mert hogyha, ez egy klasszikus dolog, például a játszótéről indulunk haza a gyerekek, menjünk, nem megyünk, és anya úgy bedühödik, hogy 4 éves szintre le fog süllyedni, és azon a szinten fog kommunikálni, és akkor 2 4 éves gyerek áll a játszó ajtajába, és nem tudják, hogy most befelé vagy kifelé menjenek, mert a gyerek tudja gyerek státuszba elvinni az anyját azzal, hogy az anya nem tud megmaradni az én tudatában, a felnőtt én tudatában. Vagy ugyanez a kamaszkorban előjövő szülő-gyerek konfliktusok mögött is sokszor ilyesmi húzódik meg. Tehát, hogy most nekem is így eszembe jutott egy család, ahol a apukával sokat beszélgettünk, hogy hát mostanában úgy üvöltözök a gyerekemmel, hogy és úgy fél alatt kirobbant belőlem, és akkor mondja, hogy utólag mindig rájövök, hogy tulajdonképpen nem kellett volna ebbe a történetbe belemenni, de hogy az pont rögtön berántja őt, mert a gyerek is pont be tudja nyomni azt a gombot, annál az apukánál, amit ő azt gondol, hogy már nincs benne, de hát ugyanúgy működünk. Megvan ezeknek a játszmáknak a szépsége. Tehát izgalmas fiatalabb korban, izgalmas a párok között, izgalmas a gyerek és szülő között, aztán valami gyönyörű, letisztult szépsége lesz, amikor a házaspár már az idősebb korba él, amikor mondjuk azt, hogy 30-40-50 éve élnek együtt, annyira ismerik egymás játszmáit, és akkor ijednek meg, ha véletlenül az a játszma nem indul be ott, ahol kell. És ez egy gyönyörű dolog szerintem. Igen, bár egyébként akkor igen, hogyha ez tudatosul bennük. De én azt gondolom, hogy 40-50-60 év házasság után is azok a játszmák, ha nem tudatosulnak, azok ugyanúgy végigmennek. Tehát, hogy nincs szép kisimulás, azt gondolom, vagy lehet szép kisimulás, ha valaki erre tudatosan egyszer csak rálát, de hát látok olyan idős házas párokat, hogy ott eszik egymást, hogy eszik egymást, mint, és hogyha ugyanúgy irányítja a mama, a papát, és akkor csak elmondja. A papa tudja. És vagy nem tudja, nem, vagy lehet, nem, nem tudja. Ugyanúgy eljátsza, tehát a papa 80 évesen is ugyanúgy bekapcsolódik nála a kis kamasz, és elkezd lázadozni a mama ellen, így pedig van. Már 60 éve együtt élnek, most mondtam valamit. De lehet, hogy ez a játszmájuk, nem? De ők ezt nem tudják, tehát hogy pont ez az izgalmas benne. Tudatos. Tehát, hogy mi itt vagyunk, hárman tanulunk erről, igyekszünk ezt tudatosítani, szerintem másokban is, de hogy azért ezek messze nem olyan tudatos történetek, mint ahogy esetleg mi most így beszélünk róla, mert ezek úgy zsigerből előjövő. Tehát nem veszük észre egymáson. Nehéz felismerni egyébként. Nagyon nehéz tetten érni, igen. Mondjad, nyugodtan. Most egy olyan család jutott eszembe, ahol van egy nagymama, a nagymama elég negatívan éli az életét, és elég sok sötét dolog van a gondolataiban, és ezt vetíti is ki a környezetére, aki ettől igazán sokat szenvedett természetesen a lánya, hiszen a nagymamával együtt nőtt fel az ő lánya, és kapta folyamatosan azokat a megjegyzéseket, ami a lánynak a személyiségére nagyon komolyan rávetült, és aztán nagyon sokat kellett neki dolgoznia önmagán, hogy felnőtt életkorában már tudjan önszeretéssel és határok kijelölésével élni és létezni, és egyáltalán a mindennapi életében ne folyamatosan a szenvedés legyen a fő megélése. Neki születik egy gyereke, aki most már kamaszkorban van, és akkor itt jön össze az, hogy amikor a nagymama a lányát bántja, akkor a lánya azonnal gyerek státuszba kerül, de mihelyst a nagymama valami negatívat mond az unokának, a lánya azonnal felnőtt én tudat fölé megy, és szülői én tudat lesz, és teszi helyre a dolgokat. Tehát, hogy ilyen nagyon furcsán keveredik ez az egész, de hogyha őket szenvednek, és bármilyen játszmáról beszélünk, a szenvedést élik meg a résztvevők benne, akkor az egy nem jó játszma. Az egy nem, de nincs benne fejlődési lehetőség, és ez a legnagyobb probléma vele.
hogy nem fejlődnek a személyiségükben, nem tudják egymást építeni, nem inspirálódnak, nem tud senki sem tovább lépni önmagához képest, hanem benne rekednek valamiben. Ha ez a játszma van, az negatív, az rossz, az nagyon nehéz. Igen, én is akartam még az előbb erre úgy csatlakozni, hogy a komfortzónából való kilépés az, ami igazán a fejlődést tudja okozni, az, hogy újdonságokkal találkozom, és hogyha újra és újra ezeket a köröket futom, akkor ugye megvonom magamtól ennek a lehetőségét. Tehát, hogy ezért is fontos erre felfigyelni, vagy tudatosan rálátni, mert akkor már megvan a lehetőségem arra, hogy máshogy reagáljak, mint ahogy egyébként tenném, vagy ahogy elsőre tenném, és akkor így ez szülhet új helyzeteket. És még annyit mondhatok, hogy amit az előbb mondtál, hogy egy kezdődő párkapcsolat, vagy mondjuk az első randi, vagy a randik egyikén. Tehát, hogy azért is fontos már akkor tudatosnak lenni, hiszen a szerepeket akkor állítjuk be. Így van. És nagyon nem mindegy, hogy ki milyen szerepbe kerül, mert az, akár az egész párkapcsolatot egyébként meghatározhatja. És ez mindegy, hogy most akkor 5 év telt el, vagy 50. Műsorunk célja ugye, hogy elgondolkodtassunk, és szerintem, ha valamikor, akkor ezzel a beszélgetéssel sikerült elérnünk, hiszen van mind gondolkozni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Koszi Jankának, Fekete Cseri Zsuzsannának és Tolnyai Gábornak is, hogy itt voltak. Köszönjük a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb egy hét múlva újra jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszont.